ugye? Azonnal el is rajtoltatták őket. Az első tempó Tarnyi Tamás veszi. A hatos pályán David Walton kezd erősen, ahogy arra számítani is lehetett, és mellette Patrick Kühl. Ők ketten 50-hez is már úgy nézem elsőnek érkeznek. Fönn az egyesen Péter Bermel, az NSK-beli fiatalabbik. Jó féltesthosszal vannak Darnyi Tamás előtt, Kühl és Barton teljesen együtt. 50-nél nem állítják meg itt az órát, nem mérnek részidőt. Ismétlem, 58-42-vel kezdett David Barton, amikor legjobbját húzta. A világcsúcs részidő 59-15 volt Darnyi esetében. Darnyi a harmadik helyen halad, Barton vezet, Kühl a második, Darnyi a harmadik, Szabó az ötödik helyen. Neki 59-50 körüli a legjobb százas pillangó részideje, 400 vegyesen. 58-17, tehát igen erősen kezdett önmagához képest is Barton. És most jön a 100 hát, ez az, ahol Tamásnak el kell húznia, vagy el kéne. Szabó Jóska a negyedik helyen pillanatnyilag, nagy versenyben Battistellivel. Darnyi erősen húz, és most már úgy nézem, hogy Barton meg is előtte. Darnyi világcsúcs részideje 2 perc 3,81 volt. Tegnap ennél erősebbet úszott a 200 után valamivel, csak századokkal. 2.368-a. Darnyi minden esetre most mint egy testosznyi előnyre tett szert, még olyan 30 méter lehet hátra a házból, és aztán jön a kritikus rész, a mell, ahol Szabó Jóskára számítunk nagyon, aki bizony a hetedik helyre esett vissza egyelőre. Hát, hogy aztán ennyit be tud-e hozni, ennyit rá tud-e a többiekre úszni mellen, majd belválik. Minden esetre Darnyi most fordul ebben a pillanatban. 2.01.76, őrült erős. Több mint 2 másodperccel erősebb, mint a világcsúcs javítása alkalmával. Darnyi mintegy 2 méterrel vezet. Barton a harmadik, Kühl a második helyen. Kühlnek a mell erőssége. Szabó Jóska egyre jobban följön, és pillanatnyilag az ötödik helyen látom a 3 vezető mögött, és a 3-as pályán úszó Stefano Battistelli is még előtte van. De nézzük Darnyit. Darnyi tartja magát, bár erősen ráúszott Kühl, abból a 2 testhozból már csak jó másfél van meg, még 50 méter kellene mellem megtenni. Gyere Tamás, gyere! A részidő a világcsúcsjavítás alkalmából 3.17.32 volt. 3.17.32. Ezt tessék majd figyelni. Tamás jól tartja magát. A másfél testhoz előnye tisztán megvan. A második helyen Kühl. Szabó Jóska remekül jön föl. Most már Bartonnal küzd a harmadik helyért. Kühltől még egy 3 testhozra van. Darnyi előnye változatlan, mint egy másfél testhoz. Meglehetősen biztos, és a gyorson már nem szabad semminek se történnie. Ott bárkinál gyorsabb, Szécsi azt mondja, akár 55-öt is tud utolsó százra. Gyere Tamáskám, gyere! 3.15.96, 1,36 századdal jobb, mint saját világcsúcsa. Közben Szabó Jóska a második helyre jött föl. Együtt Kühlle, Szabó Jó remekül jön. Első helyen jó 5 méterrel Darnyi Tamás közeledik az utolsó 50 méterre fordulójához. Darnyi hatalmas fölénnyel vezet, gyere, puszi, ez a beceneve, remélem nem Ró megérte, hogy elárulom, de mindenki így hívja. Elsőnek tehát Darnyi fordul, másodiknak úgy látom Szabó Zsó, Barton nagyon hajrázik, gyere Tamás, 6-8 méter az előnye, innen már csak, már nem lehet, egyszerűen nem lehet elveszteni. Az aranyérem óriási fölénnyel kínálkozik, Szabó Jóska pillanatnyilag a harmadik, gyere, Barton a másodikon, Szabó a harmadikon, Battistelli is nagyon hajrázi, Darnyi Tamás olimpiai bajnok, óriási világcsúccsal. Szabó a negyedik.